Na, sziasztok srácok, én Darajok, és itt végig egy következő videóval! Ahol most nem más lesz, mint amúgy a íjakat fogjuk megnézni a Minecraftban! Srácok, gyors, keresek pár kérdésemre, tudok nektek válaszolni! Allergiás vagy valamire? Én úgy tudom, hogy nem, de a porra, de szerintem arra, hogy mindenki allergiás, hogyha most így ilyen poros a levegő, akkor mindenki tűzszög, de amúgy a... Működik Mindside a Windows XP-n? Úgy tudom, hogy működik, de teszteld le. Ha Romániában élnél, szeretnéd a román órát? Nem hiszem, van egy román ismerősöm, vagyis egy román-magyar ismerősöm, aki mesélt erről a román óráról, hogy nagyon rossz és nagyon sokat kell tanulni, szóval biztos, hogy utálnám. Na de akkor csapjunk bele a levesbe, és akkor vegyük ki a cuccokat, szonjuk le, kis, szia kis, annyira aranyos vagy mindig, lefel, és adjunk neki kaját, annyira aranyos, hogy ilyen ferde fejjel nézve. Srácok, akkor menjünk be az első íjba! Srácok, van egy fontos missionöm nektek, vagyis küldetésem, vagy feladatom. Mindenki iratkozzon fel most a csatornámra, és hogyha egy napon belül, egy nap alatt több mint 1000 feliratkozót tudunk összedni, akkor hónap végén tartok erre a csatornámra is egy nyereményjátékot. Ez csak rajtok fog múlani. Na de akkor menjünk is be az elsőbe. Mi ez? Kiüssem, mondd meg a helyes választ. Mi van ide? Mikor született Petőfi Sándor? Egy perced van. Ezt fejből tudom, hát ez most hagyjuk már. 1823. január 1-én született Petőfi Sándor. Ezt mindenféle Google nélkül, meg Wikipedia nélkül csináltam, srácok, higgyétek el. Jaj. Amúgy ott van egy ilyen földkupac, és láttam ott egy nevet. Ki az? Az nem tudom, hogy ide kiütöm. LOL. Tudja csáp, te nem szoktál bujkálni, te ilyen unalmas fazon vagy, de hello, szia! Ja, mondjuk gondolom, hogy azért volt ez a kérdés, mert be akartam mutatni, hogy mennyire okos vagy, vagy hát mit tudom, én vagyok az okos, látod, tudom a kérdést, ennyi. Gratulálok, Dani, igen, hallottam, na ennek örülök! Puskáztál, de nem baj, amúgy elbújtam, mert féltem, aha, értem, nem puskáztam, Tunya csáp, ez összeszedett hazugság, ne ütökess engem, te puskázol mindig. Mitől féltél, Tunya csáp? Mondd el nekem. A kutyától nem egy barátságos teremtmény. Amúgy mivel csaltál a kvíznél, ezért most szivatlak, bocsi. Nem már, nem is csaltam. Tunya csáp, hagyj bírni, de... Most komolyan, neked ez a szivatás, hogy elkezdem, és már az első ugrásnál le... Köszi! Káááá, majdnem! I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. We like to... Move it! Srácok! Ismét neki kezdünk, és mi a? Milyen tűzgolyókat dobálnak nekünk ide. Gyerünk srácok, újból neki indulok, ne! Annyira elegem van, miért kell mindenkinek tűzgolyóznia? Na srácok, tovább megyünk, de... mi a? Na srácok, akkor megint neki kezdhetünk az elejét, ennek az egész... Ott ugrált Tunya csáp, és örül magának, mert le tud engem tűzgolyózni, hát... Nagyon boldog... Most nem figyel! Gyerünk! Jó! De miért kell, nem tud a végét, Tunya csáp, utállak! Annyira jó érzés, hogy amúgy azok a karakterek, akik amúgy a való életben ilyen lusták meg minden, azok ebben a... nem tudom, ilyen karaktervilágban a legmozgalmasabban szeretnek engem trollkodni és felrobbantani konkrétan. És hát akkor megint neki kezdünk, remélem, hogy nem fog tudni engem elkapni végre, jó? Jó, kikerültük, milyen kerülés volt az, de... Tunya csáp! Hagy! Jó, beleállok, jó. Innen pókhálóból csak nem tud kiütni. Szia, Tunya csáp! Hello, integes, Tunya csáp! Ne nekem, Tunya csáp, figyelj, mögötted, nézd! Tunya csáp, nézd! Ott egy klarinét a végén! Aha! Jó! Jó, megvan! Jó, megcsináltuk! Azt nem jó, hát srácok, nagy nehezen megcsináltuk. Furfangos voltál, gratu, amúgy nem vettem be, jaja, nem vetted be, mégis elmentél arra fele, ha. További sok sikert, szia, még találkozunk, jó rendben, Tunya csáp, merem remélni, örülök a találkozásnak. Na de srácok, akkor menjünk is be a következőbe, ami a középső lesz, és ott van egy tábla, mi van odaírva? Hallott szerintem elfutni, haha. Ezzel, TNT! Kis, gyere arrébb!
Jó, oké, nem halt bele. Jó, rendben van. Kisgyerek kaja, kaja, jó. Kis, te miért nem rohantál arrébb? Hallottam, majdnem meghaltál. Srácok, most nem tudom, hogy ki akart engem megölni, és miért akart engem megölni, de nem a kedvenc emberem lesz. Jó, legalább innen a barrier eltűnt. Kis, de most valaki becsukta az ajtót. Kis, gyere be. Jó, mindegy. Várj meg ott, jó? Oké, itt még veszélyes lehet. Most meg kinyílt. Ember! Maradjon zá... és kivel? Hagyd békén! Hagyd békén, így! Így! Nem tudom, most villámlott tegye. Jó, akkor maradjon nyitva, jó, jó. Most meg zsecsukja. Nyitva marad! Jó? Jó, oké, nyit. Ki? Jó, jó, így, jó, így. Na, srácok, akkor menjünk is tovább. Ez egy pókhálós... Ó, oh, ne! Ne, 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 ne. Ez egy pókhálós, barrieres, jumpos feladat lesz? Aha. Jól van, nagyszerű. Konkrétan semmi hílem, meg semmim nincsen, szóval elég érdekes lesz. Jó, srácok, ez annyira nagyon nem tűnik túl bonyolult. Ki van ott? Az, srácok, az Lincoln volt? Szerintem az lármás Lincoln volt, hogyha... Aha, ott mászkál. A srác, vagy nem tudom ki. Jó, ide hova, oké, oda. Jó, ez utálom a barrieres jumpokat, mert ezeket a legnehezebb megmondani, hogy merre kéne. És hogy itt egy nehezebb jump jön, akkor nagyon könnyedén elrontatom. Jó, itt hát, miket lassúság. Nem már, még jobban akarnak engem szivatni. És közben itt villámozgat össze-vissza magába. Lincoln, már el tudtam olvasni a nevedet, most már előjöhetsz, nem kell félned. Ah! Jó, oké, köszi, átütöttél, kedves vagy. Csá, hogy vagy? Köszönöm, jól vagyok, Lincoln. Védd ki a mapot, de nagyon nehéz. Ok, rendben van, Lincoln, kiviszom a mapot, na várjál. Hova kell itt ugrani? Oda kéne átugrani. A srácok, nagyon messze vannak itt a jumpok, és nagyon félek, főleg lassúság potival, jó, megvan. Jó, oda, oké, és jó. Annyira jó lenne, ha lenne egy barrier blokkom, sokkal egyszerűbb lenne az egész. Jó. Oké, okay, jó, innen hova? Oké, okay, oda, jó, itt csak igazából lassan kell menni, szép lassan kell haladni, és egy idő után úgy is ki tudod vinni. Jó, oké, okay, kezdünk egyre előrébb haladni végre, srácok, de egy ködös volt konkrétan a map vége, annyira nem lehetett odáig ellátni, de most már legalább látom a végét. Jó, srácok, már nem vagyunk tényleg annyira messze, gyors, beveszünk egy kis kaját, amúgy kist, igen, kis leültettük az elején, mert amúgy félek, hogy bele fog villámozni egyet Lincoln. Jó, jó, most át kell menni a túloldalra. Jó, rendben van itt így, oké, óvatosan. Jó, 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 jó. Jó, itt is egyet ugrani. Itt is egyet ugrani, és akkor már tiszta nyulak leszünk amúgy a videó végére, vagy nem tudom. De annyit kellett, már konkrétan ugrom, de megijedtem, hogy azt a blokkot fogja kiütni. Jó, srácok, már tényleg itt vagyunk a végén. Jó, 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 oké, itt hova, oké, oda, oda, jó, oké, ah, oh, kivittük. Jó, ez annyira nem volt nehéz, ez annyira nem volt nehéz, lehetett volna nehezebb is, de szerencsére nem volt nehéz. Lincoln, tetszett a map, te jó fej vagy, annyira nem trollkodtam meg, igaz, hogy kaptam gyengeséget meg lassúságot, de amúgy ettől ezen kívül jó volt. Lincoln, kösz szépen a mapot meg mindent, és én el is köszönök. Na, srácok, akkor vissza is megyek, igen, kísért, mert ugye őt leültettem, mert félte, hogy valami gond fog vele is történni, és akkor szerintem menjünk is a következő mapra. Na, gyerek is, menjünk be az utolsó fehér íjba, és akkor csekkeljük le, hogy óha, óha, kedvencünk falmászás, de egy pozitívum már ebbe van, legalább tudom, hogy itt a ilyen közép fokot, aha, igen, itt így kell felmenni, hogy így középen mész, balra, jobbra, balra, jobbra, balra, jobbra, balra, balra, jobbra, balra, jobbra, balra, jobbra, balra, 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 jobbra, balra, jobbra, fenn vagyok, easy. Itt van egy, mi ez? Mi? Ne! Ne! Na hagyj békén! Mi ez a sok pók, srácok? Miért van itt ennyi pók? Ne már! Én utálom a pókokat. Nem tudom, ki csinálja ezt, de léci a pókokat, ne! Valami jöttnek zombik, jönnek szke... Gumball. Na jó! Gumball, egyből felismertem. Szia Gumball, hello, hello! Ne már! Ne már! És itt is van. Srácok, miért van minden ilyen helyen, izé? Tele ilyen zombis, nem tudom, mit kell, akik engem ütöget. Ne! Menjétek innen! Ne már! Ez nagyon sok. Gumball, léci ne! Léci ne! Kegyelmez, léci! Jó! Ne! Kijutottak, kijutottak, jó! El kell kezdeni felmászni, és talán túlélhetjük. Jó, 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 felé, ah, ez az, felértünk, jó! Ne! Itt a következő! Ne! Jó, ide fel kéne! Ah! Creeperök! Ne! Ne, ne, ne! Csak creeperöket ne! Gumball! Jó, 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 jó! Jó, 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 jó! Ah, ne! Megijedtem. Jó, oké. Okay. Legalább annyira nem robbantak nagyot, meg nem rontották szét az egész helyet. De kíváncsi vagyok, hogy legalább ezen az utolsó még mennyi van. Még egy darab ilyen lesz. És ott is tele, és ott is ott van. Creeper, mennyi, miért? Nem már, kis, figyelj, te kis, nem tudom, hogy téged leültesek, vagy mit csinálják veled, de
Te szerintem figyelj, te menj le, vagy nem, maradj itt fenn, jó? Te oda szerintem te ne akar lemenni. Gumball, nincs valami másik esély, vagy valami, muszáj oda lemennem azok közé? Szia Dani, bocsi, tudod, hogy én nem akarlak szivatni, de Darwin mondta, és muszáj, pénz beszél, kutya ugat, tudod, sajnálom. Nagyon jó közmondás, de figyelj, tudok neked adni 14 gyémántot, az nem elég, hogy békén hagy? Nem? Jó van, mindegy. Ő 128x64-et adott új lakásra. Az igen, eléggé sokat, figyelj, ez ér. Ez érne? Amúgy így kérd... nem, oké, nem érne. Jó, srácok, muszáj lesz valahogy átjutnunk. Kis, te nagyon szépen kérlek, várj meg itt, mert amúgy te tök boldogan sétálgatsz itt, de amúgy tök nagy veszély van itt lent. Jó, de! De ne nevétek meg! Menj már fel a létrán, nem bírok felmenni, mi a... Jó, fellöktek legalább. Jó, oké. De annyi szkeleton van, halljátok, srácok, hogy itt... Jó, léci, lökjetek már legalább feljebb, szkeletonok, halljátok, de... Itt íjazgatnak engem. Jó. Ez nem ár, megint lejöttem. Istenem, srácok, jó, itt vagyok fenn. Jó. Jó, de már megint esek le. Jó, megvan. Ja, megcsináltuk. Itt okosnak kell lenned. Mi a? Ne. Miért van itt tele slime-okkal meg endermenekkel? Ezek nagyon gonoszak. Nem szabad harcolnod az endermenekkel, viszont a slime-ok támadni fognak. Amint megütsz egy endermen-t, a többi is rátámad. Aha, jó, akkor tudod mi lesz? Darwin vagy mi vagy te, Gumball? Nagyon jó, oké, amúgy ezek tökre barátságos slime-ok, annyira nagyon nem támadnak engem, azt mondom, hogy veszélyesebb lesz, nem szabad az endermenre ránézni, de támadnak! Mégis támadnak! Jó, tévedtem, jó, ezeket kirakom, jó, itt ezeket berakom, jó, ezeket berakom, oké, mennyit vigyünk el, srácok, sok gyémánt kell. Kiveszek, kirakok még pár ópiamat, majd gyémántömb, azt szerintem fontosabb. Jó, oké, meg vagyunk, oké, elvarpoltunk, jó királyság. És srácok, itt van lármás linkom, meg Gumball is, hát. Jó, srácok, kivettük a mapot legalább, ne bántsátok a kutyámat. Na, srácok, nagyon szépen köszönöm, hogy megnéztetek ezt a videót, ha tetszett, akkor ugye csapostok egy lájkot és iratkozzatok fel a csatornámra. Eléggé királyú ki tudtuk amúgy vinni, és amúgy eléggé jó voltam, hogy most tele vagyok nyilakkal, de mindegy. Na srácok, akkor, hogyha tetszett, akkor ugye iratkozzatok fel a csatornámra, nyomjátok meg ugye a csengőt a feliratkozás gomb mellett, csekkoljátok le a kis csatornámat, ahol minden nap van content. És ugye komment szekcióban írjátok, hogy milyen videókat szeretnétek még ugye látni a csatornán. Nézzétek meg az MC Shopot, mert ugye ott is tudtok látni minden nap új, hogy is mondjam, minden nap. Jó, összekavarodtam, ott is ugye tudtok minket támogatni és vásárolni ugye MySide-os termékeket. És nézzétek meg a www.myside.hu-t, ugye zsírtek fel a mi kliensünkre és csekkoljátok a MySide-ot, blablabla. Én Dani voltam, és nagyon szépen köszönjük, itt voltatok, sziasztok! Ha még nem tettétek volna meg, akkor mindenféleképpen nézzétek meg a második csatornámat is, ugye ami a Dani Game. Itt is ilyet minden nap vannak kontentek és minden nap izgalmasabbnál izgalmasabb videók. Tegyétek meg azt, hogy feliratkoztok és megnyomjátok a csengőt a feliratkozás gomb mellett, ha még nem tettétek volna meg. És hát ugye lehetőleg a újabb videókat légy szíves tegyétek meg ugye, hogy lájkoljátok. És hogyha esetleg tetszik a videó és van valami tanácsotok, amit szívesen adnátok nekem, akkor a komment szekcióban megtettek, hogy odaírjátok a véleményeteket, vagy ugye milyen videót szeretnétek a csatornán. Nagyon szépen köszönjük, hogy velem tartotok ebben a kis videóban, és hát sziasztok!